Szép jó napot kívánok, üdvözlöm Önöket! Kedves vendégeink, kedves szülők, kedves környei gyerekek! Már sok éve hagyomány, hogy óvodánk megszervezi a gyerekek és a szülők számára a vadkorgálát. 2023-as és 24-es nevelési évben tartogatott számunkra nagyon-nagyon sok meglepetést. Évről évre növekszik a gyermeklétszámunk. Ez a pedagógusok számára öröm. 2023 áprilisában is sok kisgyermekes szülők kérte a bölcsődei és óvodai ellátást. Szeptembertől minden kisgyermek ellátását vállaltuk, és vártuk a csodát. A csoda? A vackor óvoda és bölcsőre bővítéséről szólt. Igen, a fenntartónk, a környei önkormányzat fáradtságos munkája nyomán a kis szemcséből egy óriási üveggolyót alkottak. És 2024. április 2-ától megnyílt a csodálatos bölcsődei szárny, mely két csoportszobával és nagyon sok új kisgyerekkel és felnőttel bővült. A beruházás során az intézmény nagyon sok fejlesztő játékkal, mozgásbiztosító modern eszközökkel gazdagodott. Köszönjük a fenntartónak ezt a csodát. Köszönjük a környei vállalkozóknak a munkáját, akik a bölcsőde belső tereinek felszerelésében nyújtottak segítséget. Környén minden év decemberében Török Mihály képviselő úr szilveszteri bárt, februárban pedig Ek Csaba és lánya Őriné Ek Szandra tavaszi zsongás névre hallgató jogtékonysági bárt szerveznek, melyek bevételének egy részét adományként az óvoda kapja meg. A bevétel összegét a gyermekeinkre fordítjuk, melyet ezután is hálásan köszönünk. Óvodánk német nemzetiségi hagyományőrző gyermekcsoportja a német nemzetiségi önkormányzat támogatásával működik. A kisgyermekek szívesen járnak és sajátítják el a német dalokat, táncokat. Számos fellépésük volt a falu által szervezett programokon. Kluber Petra és Weberné Kürti Anna óvonénik nagy szeretettel terelgetik a gyerekeket. Köszönjük nekik is ezt a hozzáállást. Környe óvodás gyermekeiért alapítvány is rendszeresen támogatja az intézményünket. Minden nevelési évben a nagycsoportosok értékes könyveket kapnak az évzáron, de számos mozgásfejlesztő eszközzel bővül óvodánk játékkészlete is. Köszönjük szépen! Ebben a nevelési évben 208 kisgyermekünk van. 172 óvodás és 36 bölcsődésünk. Már hagyománynak tekinthető, hogy a vackorgálát sajnos két turnusba tudják előadni a gyerekek. Az első felvonásban most a bölcsőde, a süni, a csiga, a nyuszi csoportosok műsorát láthatják. Kezdjük hát a legkisebbekkel. Nagyon büszkék vagyunk rájuk. 2024. április 2-a óta az eddigi két csoportszoba még két csoportszobával bővült. Jelenleg négy csoportban, két részlegen és 36 kisgyermek nevelése gondozása zajlik. A mai nap részlegenként egy-egy produkcióval készültek. Először a Maci és a Méhecske csoport műsorát látják. A csoportot R. Szilvia, Vicián Zoltánné, Bíróné Petti Katalin és Szekeres Andrea kisgyermeknevelők, Tufárpap Anikó és Lezák Péterné Dajka néni kísérik a színpadra, a Brand Nyúl Csodálatos Nap című dalra mutatják meg mozgásukat és mosolygós arcukat. Utána a Pillangó és a Labda csoportos gyerekek fognak a fényben tündöklő hétpettyes katicákká változni. A csoportot Krisztyákné Mazán Tímea, Jeszenovicsné Komollai Ramóna,
Jakobi Anikó és Egyházi Melinda kisgyermeknevelők, valamint Klauszné Prekop Judit Dajka néni kíséri a színpadra. Fogadják őket szeretettel! Fekszem a fűben, és az eget bámulom. Folyton egy répáról álmodom, mert szeretem nagyon. Nyami, nyami. És ha megpillantalak, tőle csak annyit kérek, segíts répát keresni, mert semmit nem kaphatsz, ha értem meg nem küzdesz. Oh!
bölcsődéből átsétáló, én éppen csak egy kicsivel nagyobb gyerekek következnek. A sünikék, nem mindegyik kicsikék, vannak köztük minikék. 14 kisfiú és 11 kisleányka érkezik az óvodába. Felnőttek vigyázzák, minden bajtól megóvják. Bármerre nézelődnek, mindenhol Kati néni beütköznek. Andi néni segítsége is el kell még a csoportban. Utánozva tanulnak és játszanak és dalolnak, sündörögnek, forognak, kedves kis majmocskákká változnak. Az Iszkiri zenekar majmoló dalára táncolnak. Fogadják őket szeretettel. Csinálok, akkor nagyon sok csinál. Ha jól nagyon sikítok, akkor én is úgy csinál. Ha felemelem
bajom elszökött Pestről, és hozzám költözött Hetzből. Fogta a párnákat ölbe, és fészket rakott a földre. Következzenek a másik kis csoportos gyerekek, a csiga csoport. A csoportban 25 kisgyermek jár, 13 kislány és 12 kisfiú. Nagy szeretettel óvja és védi Csiga mama módjára Vali néni, Mónika néni, Ági néni és Csilla néni. Szeptembertől alkotnak egy közösséget a kis csoportosok. A gyerekek többsége már betöltötte a 4 éves kort. Nagyon szeretnek a szabadban játszani, futkározni, bujócskázni, homokozni. A mai táncukkal is a szabadba hívnak minket, papírsárkányt eregetni. Tavasszal, nyáron és ősszel is, ha szeles az idő, a legnagyobb móka a gyerekek számára, de akár szülőként is kipróbálhatjuk, amivel talán visszarepülhetünk a gyermekkorunkba. Nem kell más, csak szél és sárkányrepülő. Na, lássuk, kinek fog a sárkánya legtovább repülni?
a vegyes, nyuszi csoportosunk következnek. Csoportunkban 25 kisgyermek jár. Weberné Kürti Anna, Balogni Rákosi Gabriella óvodapedagógusok, Batáriné Majoros Mónika Dadus néni, nyulanyó módjára nagy szeretettel óvja és védi a kisnyulakat. Most fellépnek a nyulak. Nekem ők csak nyulak, s úgy ülnek ott, mint az urak. Pedig ők a nyuszikák, táncos lábú kis csodák. Napjaikat leköti a néphagyomány és a zene, kolomposra szívesen jár gyermekeink lába és keze. Mozgás közben elsajátítanak minden verset és mesét, szeretettel játsszák most el a nyulak történetét.
színpadra lép a Napocska csoport. A csoportban 24 vegyes korosztályú gyermek jár. A gyerekeket Mátisné Bodányi Viktória, Grelné Makovek Réka óvodapedagógusok, Kluber Hajdu Ingrid, Skrinyárné Varga Melinda pedagógiai asszisztensek és Kuncsabáné Ildikó néni vezeti. A mai napon a napocskás gyerekeket, mint a trollok a szivárvány hátán árasztják a szeretetet és a boldogságot. Vidámságuk aranyozza be a mai délutánunkat. Fogadják őket szeretettel. Egy furcsa érzés törné hardám, a szívem máshogy ver és új ritmusra vált. És bár a lábam a földön áll, a lelkem könnyű lesz, a dallal együtt száll. Ne várj, állj a szivárványra, fenn a felhők hátán jár. Ha érzed, mozdul kezed, lábad, meg ne állj. A ritmus szikra szíved várja ezt a lázas lüktetését. Most, mint ágy a borul lángba, és úgy ég. Csak engem láss, ha villog a fény, érezd, hogy más nincs itt, csak te meg én. Ez az én csupa szépet igény. Környei Vackor óvoda gomba csoportjában 24 csemete, csengő hangja és tánca teszi csodálatossá a kis közösség mindennapjait. 13 kis fickó és 11 pipike folyton izeg, mozog, kirándulnak, sétálnak, bejárják a világot. Most úgy döntöttek, hogy tovább merészkednek, így hát mindannyian elszegődtek, matróznak egy csodás hajóra, aminek kapitánya Cigány Judit és Troll Krisztina, az első tisztje pedig Bányiné Koszován Anikó. Kedves szülők, Molnár Orsi matróz dalára szállnak most tengerre, hogy elhozzák önöknek a jó kedvet. Fogadják szeretettel! Mindig
Következzen a Ficánka csoport. A Ficánka csoportba 24 kisgyermek jár. Ők a Vackor óvoda egyik nagycsoportosai. Idei nevelési évben számos óvodai rendezvényen léptek fel, szebbnél szebb műsorok alkalmával. A tánc és a néphagyomány ápolása közel áll szívükhöz. Ezért most egy vidám hangulatú játékfűzéssel és tánccsokorral készültek. A csoportot Kluber Petra és Kovács Mónika óvoda pedagógusok és Transzki Marian Dadus néni vezeti. Ezúton szeretnénk millió puszit küldeni Móni néninek, hogy minél hamarabb gyógyuljon meg. Fogadják őket szeretettel. Bye.
Katica csoportban óvodánk másik nagycsoportos gyermekei járnak, akik már nagy izgalommal készülnek az iskola kezdésre. A csoportban 17 kisfiú és 7 lány gondoskodik arról, hogy a hétköznapok mindig mozgalmasak legyenek. Nagyon aktívak, szeretik a sportot, a táncot, a mozgásos játékokat. Mielőtt végleg elbúcsúznak óvodánktól, a vagány jampi fiúk táncba hívják a csini lányokat egy hatalmas buli erejéig. A zselézett frizura, a pöttyös ruha, a napszemüveg, a színes nyakkendők, vagány robogó mind a 70-es-80-as évek korszakát idézi, színesíti a produkciót, és azokat a zenéket eleveníti fel, amelyekre a szülők, a nagyszülők annak idején betáncoltak. A színpadon egy valóságos rock and roll party elevenedik meg, amely az együtt töltött éveket egy vidám, felszabadult bulival zárja le. Fogadják őket szeretettel! Jumping down.
minden évben nagy izgalommal készülnek a kollégáim. A mai gálára az óvoda és a bölcsőde táncoslábú dolgozói egy meglepetés tánccal készültek. Fontos intézményünk számára a néphagyományőrzés, a népi kultúra, illetve más népek kultúrájának ápolása. A felnőttek tánca is ezeket az értékeket hivatott közvetíteni. A NOX együttes Forogvilág zenéjével szeretnék óvonénik és danusnénik örömperceket szerezni minden kedves vendégünknek. A táncot koreográfálta és betanította Troll Krisztina, Jordán Holló Mónika és technikai segítséget adta. Köszönöm szépen! Kedves gyerekek, tartozunk még a felnőtteknek valamivel. Nekünk van egy csodálatos vackoros dalunk. Kérem, hogy közösen énekeljük el, jó?